amire nagyon büszke vagyok, az olimpiai bajnokok klubjának tagja vagyok. Világéletemben szerettem volna elérni. Nekem a vívás az szórakozás, tehát nem munka. Két sportiskolám van, egyik a Fresh Vívó iskola, majdnem minden ranglistán elsőjén állnak. A család minden tagja valamilyen érmet birtokol. Első voltam, második voltam a világranglistán, és nem mentem az olimpiára. És akkor hoztak egy új rendeletet, hogy aki az első kettőben van, az automatikusan megy az olimpiára. Univerziád és az olimpia, ez a kettő az, ami szerencsére például Mexikóban. Oda mentem, elkezdtem vívni mondjuk hétfőn, és csütörtökig megállás nélkül vívtam, mert vívtam a tőrcsapatba, tőregyénibe, párbaj tőregyéni, párbaj tőrcsapat, és vereségem szinte alig volt. Veretlenül nyertem a párbaj tőrizét a világbajnok orosz csapat előtt, akik 2 hete voltak világbajnokok. A legnagyobb a Barcelona. Mindenki fölülmült a magát, és beszaladtunk a döntőbe, de abban még a franciák is benne voltak. 5-2-re kellett nyernem az utolsó asszóba ahhoz, hogy tovább jussunk. A gyerek úgy begőzölt, hogy nekem jött, megvertem 5-2-re. És akkor azt látom, hogy futnak felém, és én így engedem el magam, és elkaptak, elkezdtek dobálni föl. Hát ilyen lehet a kábítószer. Úsztam a boldogságba, a levegőbe. Mindig jártam orvosi kontrollra, minden évben. És mindig azt mondták, hogy egy kicsit magas az enzimem, de ez még belefér. Házi orvosom, nagy doktor, ő elkezdett kutakodni arrafelé. És akkor egyszer csak közölte, hogy baj van. Mondom, mi a baj? Azt mondja, hepatitis C van, és ebből bele lehet halni. Mondom, én nem fogok. Na most 62 vizsgálatot végeztek rajtam, 13 hetet voltam kórházban. Nem ittam, nem dohányoztam soha. Amikor olimpiai érmet nyertem, akkor ittam egy üveg pezsgőt. Megyek sorba a vizsgálatokon, és amikor végeztem, akkor felkerülök a listára. Amikor meghal valaki, 3 órán belül kell beépíteni. Bízom benne. Megkérdeztem, hogy meg tudok menteni vele egy embert? Azt mondta, hogy sok embert. Mondom, akkor örömmel vállalom. Bízzanak és higgyenek. És ne adják fel soha. És fogadják el a segítséget bárkitől. Mert én nekem ez volt a probléma az elején, hogy nem tudtam elfogadni a segítséget. Szégyeltem. Nem szégyellem. Most már. Két évvel ezelőtt derült ki az édesanyámról egy rutin műtét kapcsán, egy vérvétel során, hogy hepatitis C vírussal fertőződött. Mivel a hepatitis C vírus többnyire vérátömlesztéssel kerül az ember szervezetébe, és ő a vérátömlesztést az én és a húgom születése előtt kaptam, ezért felmerült az, hogy esetlegesen mi is fertőzöttek lehetünk. A húgom fertőzésmentes, rólam viszont kiderült, hogy hepatitis C vírussal fertőzött vagyok. Nekem ez korábban nem okozott semmiféle tünetet. Amikor kiderült, akkor utána a következő lépés az volt, hogy egy vírusszámlálást csináltak nekem, ami során kiderült, hogy szerencsére elég alacsony a vírusszámom. Korábban igazából csak felületes ismereteim voltak róla. Amikor az édesanyámról kiderült, akkor utána olvastam. Igazából a saját példámon is látom, hogy mennyire fontos az, hogy az ember rutinszerűen eljárjon szűrővizsgálatokra. Hogyha az édesanyám kapcsán nem derül ki, akkor esetlegesen később
jött volna elő ez valahogyan, akkor, amikor már tüneteket okozna, akkor, amikor már annyira előre haladottabb stádiumban lenne a betegség, hogy már visszafordíthatatlan károsodásokat okozna, és akkor már sokkal nehezebb helyzetben lettem volna. Azért fontos, hogyha valakinek valamiféle rizikófaktora van, akkor menjen el és szűresse magát. Ez tulajdonképpen egy rutin vérvétel során kiderül, hogy valaki fertőzötte vagy sem. Az, hogy egyszer elkaptam és meggyógyultam, az nem jelent semmiféle védettséget. Tehát a hepatitis C ellen például nem is lehet védőoltást kérni, csak hepatitis A és hepatitis B ellen. Mindenképpen érdemes elkezdeni a kezelést, mert hogyha nem is lesz az ember esetleg teljesen vírusmentes, olyan javulásokat okozhat, ami jelentősen megkönnyítheti az életét. Meg hát persze természetesen rengeteg kitartás és pozitív életszemlélet kell hozzá. Megjött a 6. hónapi eredménye, amelyik, ugye már most kaptuk észre, ez április 29-én, úgyhogy amikor beszéltünk, még nem is tudtam. A lényeg az, hogy negatív. Tehát ez egy biztos lelet, és azt jelenti, hogy a szervezetében biztosan nincsen vírus, tehát most már 6 hónapja nem kapott kezelést. Hepatitis C előfordulási gyakorisága Magyarországon, a különböző ezek végül is statisztikai adatok, amiket tudunk. Pontosan az a probléma, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hány beteg van, de felmérések alapján a szám valahol 30 és 70 ezer között van. Mikorra a máj jellegzetes panaszokat okoz, mint például a sárgaság, addigra késő. Akkor kell felfedezni az alatt a 30-40-50 év alatt, ameddig a betegség tünetmentesen zajlik. Ha ilyen esetben szedezzük föl, a betegeket meg tudjuk gyógyítani. A meggyógyítás azt jelenti, hogy vírusmentessé tudjuk tenni. Aki időben jön, azoknak a legnagyobb része 1-2-3 kúrával meggyógyítható. Nem megoldása a májbetegségek kezelésének a májátültetés lehetősége. Egyes emberek számára végső megoldásként természetesen szóba jön. De elsősorban a hepatitis C-ről mondható el az, hogy főleg szinte kizárólag vérkontaktus útján terjed. Aztokat a fölösleges félelmeket, hogy jaj, hát ez egy ragályos betegség, nem az. Semmi veszély nincsen. Nem ugrik át egyik emberről a másikra. Ez biztosítja, ez a különleges terjedési mód azt, hogy az embernek a gyanúja, hogy ő fertőzött lehet, az felkeltődhet. 92 vagy 93 előtti vérátömlesztés. Olyan nem megfelelő körülmények között orvosi beavatkozások vagy tetoválások. Szülés. Orvosi beavatkozások. Különösen olyan körülmények között, főleg 92 előtt, amikor ezekre a vizsgálatokra nem volt lehetőség. 1989-ben került felfedezésre a hepatitis C vírus. Azelőtt a tudomány nem ismerte. Tudtuk, hogy van egy ilyen vírus, de valójában a vírus nem ismertük. Ennek megfelelően specifikus vizsgálat sem lehetett a vírussal kapcsolatban. Ezt a kampányt azért csinálta a Májbetegekért Alapítvány, hogy felfedezésre kerüljenek azok az emberek, akik ma nem tudnak a betegségükről. Időben kerüljenek felfedezésre. Ne akkor kerüljenek felfedezésre, amikor besárgultak, amikor hasvízük gyűlt meg, amikor zavart állapotba kerülnek, magyarul a végstádiumba. Amikor már nagyon nehéz bármit tenni, igen, ott van a májátültetésnek a lehetőséged, de nyilvánvaló, bocsánat, valakinek meg kell halnia ahhoz ma, hogy egy másik ember máját. A betegség felfedezése és fel nem szedezése, azaz élet és halál kérdése azon emberek vonatkozásában, akiben ez a vírus benne van, illetve a vírus mágyuladást okoz.